December 10-ig valamennyi üllői óvoda apróságai részt vesznek a városi adventi készülődésben. A Humán Szolgáltató Központ alárendeltségébe tartozó 5 tagóvoda gyermekei már ezen a héten megkezdik a díszek készítését, később ezeket fel is helyezik majd a városi cég által biztosított karácsonyfákra. Az ünnepi esemény nyilvános lesz, a szülők is megtekinthetik, ahogy a gyerekek verses műsorral, a csicsergők pedig lúcázással készülnek. Az advent az egy kedvelt ünnepe, illetve hát igazából egy várakozás, egy készülődés a legkedvesebb ünnepre, a karácsonyra. Ugyanígy van ez óvikban is, és kicsik is, nagyok is, a családban is, és mindenki, aki mozog, az a kedvenc időtöltése ebben az időszakban. Üllőváros rendkívül gyermekbarát, rengeteg fiatal család itt él, kisgyerekekkel, és úgy gondoltuk, hogy az óvodánk is szeretne az üllői adventbe, tehát a városi adventbe, a városi készülődésbe egy picikét bekapcsolódni az életkori sajátosságoknak megfelelően. Ezért jött az ötlet, hogy kis fákkal képviselnék az óvodák, az 5 tagovoda magukat, ezeket a fákat feldíszítik, ott a piac területén lesznek elhelyezve, oda mennek az ovisok, feldíszítik, és így egy picikét színesebbé és gyerekbarátabbá is teszik a piac környékét, az egyébként is feldíszített piacot majd. Maga a díszítést nyilvánossá tettük, tehát szeretnénk, hogy a szülők is, aki érdeklődik, az oda mehessen és lássa, hiszen ha a díszítés közben a gyerekek verselnek is, akár egy kis előadást is tartanak, ott megünnepelve a feldíszített fákat. Most pénteken, 26-án volt az első óvodánk, a Bóbita óvoda, aki feldíszítette a fáját, aztán 2-án, 3-án és 10-én bezárólag a csicsergő tagovoda fogja zárni a sort. A csicsergő tagovoda pedig egy lúcázással készül, úgyhogy minden érdeklődőt szeretettel várunk ott a piacnál. És a háttérben nézők láthatják, hogy egy ilyen karácsonyfát kell majd elképzelni. A Városüzemeltető vezetésének köszönetet szeretnénk mondani a csodás kis fáért, a fákért, amik igazából stílusban is, hangulatában is passzolnak az üllői dekorációhoz, adventi dekorációhoz. Gyerekek egyébként várják már ezt a munkát, ezt a közösségi fadíszítést, illetve hogyan készülnek erre? Nagyon-nagyon várják. Az óvonénikkel együtt már készítik is a díszeket. Azért vannak itt most az óvodában elhelyezve, hogy lássák azt, hogy hogyan szeretnék majd a későbbiekben elhelyezni kint a díszeket. Környezettudatossággal az újrahasznosítás az, ami a lebeg ilyenkor az óvonénik szeme előtt. Úgyhogy szeretnénk, hogyha ezzel is a figyelmet felhívni, hogy óvjuk, védjük a környezetünket.